Köszöntöm Önöket, Tóth Balázs vagyok, engedjék meg, hogy bemutassam a Hekta Kft. Kontakt gombölőjét, a Vegesol-ert. A Vegesol részhidroxid tartalmú gombölő, melynek különlegességét az adja, hogy a hatóanyag mellett még napraforgó olajat is tartalmaz. Felhasználása számos kultúrában engedélyezett, zöldség-gyümölcs kultúrákban. Évente 2-3 alkalommal juttathatjuk ki, dózisa átlagosan 3-4 liter hektáronként. Melyek a Vegesol-ernek az előnyei? A különleges technológiának köszönhetően kevesebb hatóanyaggal is ugyanolyan jó hatékonyságot tudunk elérni, mint nagyobb résztartalom esetén. Ezáltal egységi területre kevesebb rezet, ezáltal kisebb részterhelést, részszennyezést kell kijuttatnunk, természetesen biogazdálkodásban is alkalmazható, kedvező hektárköltséggel. A részhidroxid folyékony formában van benne, ezáltal jól adagolható, nem porol. A tulajdonsága és különlegessége, hogy van egy filmréteg képző tulajdonsága, ennek eredménye, hogy a növény leveléről, ahova kipermeteztük, nehezen mosódik le, a harmat vagy az eső nem oldja. Ugye a réz esetében nem csak a rézion, hanem a réz kristály is hatóanyagként működik, és ezért nagyon fontos, hogy minél jobban rátapadjon arra a felületre, amire rápermeteztük. Itt a Vegesol-ernél ez tökéletesen működik. Ezáltal tudunk jobb hatékonyságot elérni, mint más hasonló termék esetében. A magas rézion koncentrációnak köszönhetően csökkenthető a talajoknak a részszennyezése, és több alkalommal tudjuk kijutatni egy adott területre a Vegesol-ert. Hogy miért is ragad és miért is különleges? A BVN Kft.-nek a szabadalma, a Vegesolban révő linolsavas napraforgó olaj térhálós szerkezetet képez, ennek köszönhetően, miután ez megszáradt, a csapadék nem fogja ezt újraoldani, nem fog lemosódni. Ahogy a ábra is mutatja, a Vegesol-R sokkal jobban lefedi a lepermetezett levelet, és arra nagyon jól rátapad, ellentétben más hasonló készítményekkel. Egy kísérleten mutatnám be ezt a tapadást, hogy hogyan is működik a gyakorlatban. Egy tárgylemezre rákentük a Vegesol-ert, majd megvártuk, hogy megszáradjon. Száradás után egy pengével egy barázdát vágunk ebbe a megszáradt Vegesolba, aminek ugye szabályos alakjai és szélei vannak. Majd ezután, szemléltetve az esőt vagy a harmatot, rácseppentünk egy csepp vizet a barázdának az egyik felére. A víz, hogyha oldaná a Vegesol-ert, akkor ennek a barázdának el kellene tűnni, vagy el kellene mosódni, és amiután eltűnt a vízcsepp, jól látjuk az ábrán is, hogy a barázda megmaradt, nem mosódott el, tehát a Vegesol, miután beszárad, nagyon nehezen mosható le a felületről. Tehát összefoglalva, a Vegesol-R a réz mellett egy olajat is tartalmazó készítmény, amely nem csak lemosásban, hanem állománypermetezésben is egy kitűnő megoldás jelent a gombák elleni védekezésben. Köszönöm a figyelmet!